A 7. percben kis lövését kellett hárítani a végnek. Az első igazi MTK helyzetre 25 percet kellett várni, Bori lövését azonban könnyedén fogta Német. A 39. percben a Vasas 16-osán belül meginduló Bori Pillerrel ütközött, Fábián játékvezető pedig 11-est ítélt. Kanta József magabiztosan értékesítette a büntetőt, ezzel 1-0-as MTK vezetéssel mehettek szünetre a csapatok. Az 52. percben egy szép hazai akciót követően Bori növelte a kékfehérek előnyét. Amilyen látványos volt, Bori emelése legalább annyira szerencsétlenre sikerült. Pollák mozdulata 5 perccel később, amikor az MTK védője Kovács Gáborra fejelte a labdát, ezzel szépített a Vasas. A hazaiaknak több helyzetük volt, mégis az angyalföldiek szereztek újabb gólt. A 85. percben Lázok lövését vég Bali elé ütötte, a csereként beállt Vasas támadó szép mozdulata pedig egyenlítést ért, így 2-2-es döntetlennel végződött a találkozó.